Van egy épület Pilisvörösváron, a Kápolna utca 10-ben, ahol a tárgyak beszélnek. Régmúltról, mindennapokról, hagyományokról, arról, hogy hogyan éltek őseink. Mindennek a megálmodója, létrehozója, és a mai napig szíve és lelke pedig Gromon Andrásné Mici néni, akivel sok mindenről beszélgettünk kezdetektől mostanáig. Autentikusabb környezetet nem is találhattunk volna erre a beszélgetésre Gromon Andrásné Mici nénivel, mint a tájház egyik emlékekkel teli szobáját. Régi bútorok, szebbnél szebb régi ruhák és tárgyak között beszélgettünk a Helytörténeti Egyesület és a tájház alapítójával, aki így kezdte a mesélést. 1976-ban elmentem a tanácsházára. Én már nem tudom, Kovarik elvtárs, vagy hogy hívtak, és kértem engedélyt, hogy szeretnék. Azt mondta, jó, nagyon szívesen, csak szerezzem munkatársakat magának. Na. És akkor elkezdtem úgy hirdetni, hogy ezt szeretnék gyűjtögetni, ruhákat, meg tárgyakat, meg berendezést, ahol volt egy régi szekrény, ami nem kellett, azt gyorsan elhoztuk, összegyűjtöttük, és először az a könyvtárépületben volt először a kiállítás, ott kaptunk két termet, és később alakult úgy, hogy az ennek a háznak a megvételére adódott lehetőség, és akkor mentem fűhöz, fához, Pálos Miklás államtitkárhoz, meg mindenhova, és kaptunk 300 000 forintot, hogy már mint az Egyesület, hogy addig, amíg pénzt tudunk szerezni a ház megvételére. Hát aztán sikerült egy pályázatot beadni a Bonni Belügyminisztériumhoz, és ők megvették az önkormányzattól a háznak, ugye az árát kifizették, és azt a pénzt használtuk föl berendezésre és tatarozásra, mert nagyon romos állapotban volt a ház. És akkor az emberek úgy tényleg nagyon sokszor jöttek, hoztak, minden, örültek, hogy meg tudnak menteni valamit, mert gyönyörű ruhák, mennyasszonyi ruhák, meg ünnepi ruhák, meg mindent. De hát arra igyekeztünk, hogy ne csak az ünnepek, a hétköznapok is, meg ugye, hogy a szerszámok, meg használati tárgyak, meg egyebek. 1993. augusztus 16-án volt az épület ünnepélyes átadása. Fogarasi Fetter Mihály mondta az ünnepi beszédet, eljött Bombol a nagykövet, és ünnepi műsorral kísérve megnyitotta kapuit a Pilisvörösvári tájház. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és barátainkat. Isten segítségével elérkeztünk ahhoz a naphoz, hogy a sok gonddal és munkával elkészült falumúzeumunkat beszenteljük és a községnek átadjuk. Hálás köszönetet mondunk minden segítségért, elsősorban a Bonni Belügyminisztériumnak, akinek a képviselőjével
képviselőjéként itt van Klaus Reif úr, követségi tanácsos úr. Köszönetet mondunk a Magyarországi Németek Szövetségének, akik a gondolatot elindították és sok segítséget nyújtottak. Köszöntöm Hamburg Géza elnök urat, aki együtt töprengett velünk a megoldások lehetőségében. Köszönetet mondunk Wehrheim Partnerközség polgármesterének, aki a közvetítő szerepet vállalta, és helyetteseként itt van Zeng úr, akit szintén sok szeretettel köszöntünk. Köszönünk minden helybeli segítséget, a legkisebbet is és a legnagyobbat is. Talán év szerint itt most nem kérek ki mindenkire, de a legkisebb tanácsot is, és minden anyagi és munkában való segítséget nagyon hálás szeretettel köszönünk. Nem utolsó sorban köszönöm a sok imát, amit sokaktól kértem, és hiszem, hogy ez is hozzájárult a célunk eléréséhez. Elnézést kérek azoktól, akiket még köszönet illetne, de hát valamilyen oknál fogva most mégse térünk rá. Utólag mindent pótolni fogunk. Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde, mit Gott besonderer Hilfe ist es der Tag gekommen, an welchem die Einweihung und Na, so ein Stück Kohle da. Vorsicht. Jeder da, Herr Wendt. Jeder schneidet das. Sie schneiden dann ganz gut. Herr Bürgermeister, das kannst du dir schneiden, ja. Und jeder kriegt dann ein kleines Stück davon. Ja. Ja. Frau Grumborn, Sie müssen es durchschneiden. Von der anderen Seite. Hier ist eine Linie. Ja. Hier ist eine Linie. Ja. Hier in der Mitte. Ja. Ganz gut. Ganz ruhig. So. Ja, danke alle. Jetzt liegt hier dein Stückchen. Jawohl! Ja, ich habe mich nicht zum Anstecken. Danke. Ja. Grüße der Deutschen Botschaft. Ich überbringe Ihnen die Grüße unseres Botschafters, Herrn Dr. Arnaud, zur Einweihung des Heimatmuseums in Wehrischwar. Die Deutsche Botschaft freut sich mit Ihnen über diesen Tag, über dieses Ereignis, dass nach langen Wehen nun dieses Heimatmuseum heute eröffnet werden kann. Ich denke, mit diesem Heimatmuseum wird ein wichtiger Beitrag zum kulturellen Leben dieses Ortes geleistet. Es ist ein wichtiger Beitrag für die Aufbewahrung der Vergangenheit der Ungarndeutschen in diesem Land. Dieses Museum erinnert daran, dass die Ahnen, ihre Ahnen, vor mehreren hundert Jahren unter großen Mühen in dieses Land gekommen sind und mit dazu beigetragen haben, dass Ungarn blühen konnte. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen diesem Heimatmuseum einen recht regen Besuch. Vielen Dank. Ezt követően az emlékek pedig csak gyűltek, egyre több tárgy, és velük együtt egyre több sors és történet költözött a falak közé. De hát ugye aztán az évek során mégiscsak többször kellett renoválni, minden romlott, de mindig akadtak jó akaróink. Nagyon nagy hálával tartozunk a akkori bádogosnak, a fejfertnek, azt mondták, hogy Tücsi, a vörösváriak úgy ismerik, az Eresz csatornákat, mindent, hát kedvezményes áron végezték a munkát. Nagyon nagy hálával tartozunk a zeneiskola igazgatójának, a Hós tanár úrnak, mert ő hívta fel a figyelmünket egy pályázati lehetőségre, amivel a tatarozást normálisabban tudtuk, akkor 500 ezer forintot kaptunk, és az nagyon jó volt, úgyhogy ezért örökké hálás vagyok, ezért az odafigyelésért.
Hát aztán ugye igyekeztünk sok mindent, rendezvényeket az udvaron, anyák napját, meg énekkarokat, zenekarokat megkértünk, Tácsik Zsuzsi, Vörös Árpi, hát ilyen vörösvári zenészeket. Csak hát aztán ugye sajnos az idő múlásával a kor, meg a családi körülmények egyre nehezebbé tették a működtetést. Mici néni rögtönzött tárlatvezetése során többek között megcsodálhattunk egy régi bányász engyelruhát, számos miseruhát, köztük egészen különleges darabokat. Megtudhattunk néhány érdekességet a régi viseletekről, arról, hogy hogyan nézett ki a tiszta szoba, a konyha, és néhány olyan tárgyat is megmutatott, amiről a fiatalabb generáció nagy része ma már azt sem tudja, micsoda. Mindenhez fűződik egy rövid történet, és mindegyikből érezhető volt az a szeretet és elhivatottság, amellyel 1973-ban az egész elindult. Azért is született meg az egész, mert engem mindig meghatott, hogy az őseink, hogy a nagyszüleim, hogy milyen szegényen éltek, de azért amellett szorgalmasan, becsületesen, vallásosan, és az tudtam, hogy milyen nehezen tudtak egy tárgya, bútort vagy ruhadarabot, és azt nem szabad csak úgy minden további nélkül félretenni. És sokan örültek, hogy nem akarták ugye eldobni, idehozták, tudták, hogy jó helyen van, rengeteg kézi munkát össze tudtunk gyűjteni, ami olyan nagyon szépek. Hát úgy, meg hát főleg az ifjúságnak szerettük volna áthagyományozni ezeket az értékeket, amennyire lehetséges. Tetszik tudni, hogy körülbelül hány tárgy van itt? Nem. Szerintem ezt nem is lehet leltározni. Egy időben kezdtek leltározni, de hát az nem lehetne, de az olyan nagy munka lenne, hogy nem. Én azt hiszem, hogy itt azért úgy nagyjából önmagáért beszél minden. Próbáltuk úgy berendezni, mintha igazán egy lakás lenne, szoba, konyha. Ha két szoba volt, akkor egyik volt a tiszta szoba. És volt annak örülök, hogy sok látogatónk volt. Egyszer a Habsburgottól is meglátogatott bennünket. Van is róla fénykép, úgyhogy régen azt tanultuk a szüleinktől, hogy hát még egy gombot se szabad elveszíteni, ha leesik, fölveszük, és stb. Na ez csak olyan, de minden, ami van értékes, nekem minden, és mindenhez fűződik emlék, csak hát ugye azt nehéz így elmondani. Hát főleg az egyházi tárgyak, ugye a zászlók, miseruhák, nagyon sok minden van, amit tényleg nagyon becsülök és szeretek. De hát minden, ami van, egyikre se tudnám mondani, na ez nem érdekel. Még egy épület tartozik a tájházhoz, átellenben a Kápolna utca 1-es szám alatt található régi ház, melyet egykor Karácsonyi gróf épített a munkásainak. Mici néni ide például népismereti órákat, vagy akár sváb főző tanfolyamokat is el tudnak képzelni. Nem az épület miatt, mert a Rádai Mihály is mindig mondta, hogy ilyeneket, ugye ilyen kis dolgokat is meg kell védeni. Nem azért, mert építészetileg olyan jó, hanem a történelme háttere. Ugye a Karácsonyi grófnak voltak ezek szolgálati lakások, a munkásainak építette, és hát az ő sorsa is a végén elég szomorú volt, de hogy ezek az emberek itt békességben éltek egymás mellett, és egyáltalán hát gondoskodtak róluk, és nagyon sajnáltam volna, hogyha végképp, ha lebontották volna, de most még mind,
már 12 millió forintot öltünk bele, rendbe hoztuk vízvezetéket, vízes blokkokat, meg mennyezet, meg minden, amit lehetett, rendbe hoztunk. Még egy kis tetőjavítás volna. Csak szeretném, hogyha funkciója is lenne, mert én szerintem a népismereti órákat itt meg lehetne tartani. Be van rendezve, sparhet minden, ahogy régen volt. De hát inkább az a baj, hogy tényleg egyedül kevés vagyok, és hát még eddig nem sikerült olyan szervezőt találni, aki azt úgy megpróbálta volna. Lehet, hogy a meghalok talán ma megcsinálja. De azért most is vannak segítői Mici néninek, ugye? Említsük meg azért őket is. Hát persze, hát most nagyon örülök, hogy 4 fiatal barátom van, Kozek Ildikó, a Kesztei Évike, Lánc Gábor és a Hamsláger János, hát ők, amit tudnak, tényleg próbálnak. És hát majd szeretnénk közéteni egy felhívást, hogy aki még tud vagy akar segíteni, az jelentkezzen. Mert hát ha többen vagyunk, akkor többet lehet elérni, és akkor mindenki úgy érezni, hogy az ő érdeme is, nem? Igen. Úgy gondolom. Arra a kérdésre, hogy miért fontos az, hogy a fiatalok is megismerjék a régiek életét, érdekes és egyben elgondolkoztató választ kaptunk. Hát azért, mert mi öregek, az én korosztályom egyöntetűen úgy érezzük, hogy ez a mostani világ, ez nem szép, mert régen sokkal szegényebbek voltunk, de mégis boldogabbak voltunk, és hogy a fiatalok is örüljenek, hogy nekik most viszonylag jó dolguk van, mert gomnyomásra megy a villany, meg a fűtés, meg a víz, meg minden, ami egy óriási előny a régiekkel szemben. Hát nem tudom, nehéz ám ezt így összefoglalni, mert minden, ami régi, csak egy példát veszek, ugye voltak ezek a fényképek. Volt egy családi kép, esetleg egy-két tag, és az ott kint volt egész életükön. Most van legalább 100 vagy 1000 fényképünk, nem tudjuk, hogy mi lesz vele, nincs is idő ahhoz, hogy a számítógépben nem tud mindenki belenézni, ez valahogy nem stimmel. Mici néni a közelmúltban állami kitüntetést vehetett át. A Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozatának kitüntetését, a Pilisvörösvári helytörténeti gyűjtemény anyagának összegyűjtése, a falu múzeum létrehozása, valamint a sváb hagyományok, illetve tárgyi emlékek megőrzése és dokumentálása érdekében végzett hiánypótló munkája elismeréseként. Hát nagyon örültem, nagyon köszönöm, de ez a Jablonkai Máriának az érdeme, és őt illeti az elismerés, mert ő mindig egyet érzett velem, és mindig figyelte a munkámat, és mindig szeretett volna segíteni, de hát ugye már az más, de most már úgy látta, hogy azért valamit szeretne, és sikerült, de teljesen meglepődtem, mert hát erre nem számítottam. Pedig a kitüntetés több mint 40 év munkáját ismeri el. Mici néni pedig továbbra is igen aktív, hiszen éppen egy könyv kiadására készül. Hát igen, mert a könyv az ma megmarad, ugye? Az lesz a címe, hogy ünnepek és szentelmények az egyházi, Pilisvörösvári egyházközség életében. Most több évtizedre visszamenőleg próbáljuk az akkori szokásokat, szertartásokat ünnepek szerint, ugye advent, karácsony, húsvét és a többi esküvők, temetések, szóval ahogy lezajlott első áldozás, bérmálás, hogy ezek valahogy meg legyenek örökítve. Egy életmunkája van ezen a pár négyzetméteren, és Vörösvár múltját, hagyományait, szokásait ismerhetjük meg, ha ellátogatunk ide. Az pedig különösen szerencsésnek érezheti magát, aki a tárgyak nézegetése mellett meghallgathatja a hozzájuk fűződő történeteket is. És mikor lenne igazán boldog Mici néni, aki mindezt létrehozta? Hát, hogy az egész város kezébe kerüljön, hogy többen érezzék, segítsenek fönntartani, jobbá, szebbé tenni, ha lehet, csak ne hagyják elveszni. Mert azt hiszem, azért az kár volna, hogyha gazda nélkül maradna.